Ahogy megszokhatták, két hetente rendőrségi magazinunkkal jelentkezünk. Ez alkalommal Tóth Norbert számol be a legfrissebb kék hírekről. Egy 29 év körüli férfi szenvedett 8 napon belül gyógyuló sérüléseket abban a balesetben, ami 2021. február 20-án 13 óra 15 perc körül történt Hajdúszoboszlón, a Bányász utcában. Az eddig rendelkezésre álló adatok szerint egy nő közlekedett az általa vezetett Toyota gépkocsival a Hajdúszoboszló Bányász utcán, a Szervíz úton. Amikor a Bányász utca kereszteződéséhez érkezett, úgy kezdte meg a kanyarodást, hogy nem adott elsőbséget a védett úton közlekedő BMW-nek, amivel összeütközött. Nem a látási viszonyoknak megfelelően vezette személygépkocsiját az a férfi, aki 2021. február 21-én 9 óra 15 perc körül időben okozott közlekedési balesetet. A rendelkezésre álló adatok alapján a 4-es számú főútvonal Kaba és Hajdúszoboszló közötti szakaszán közlekedett egy Opel típusú személygépkocsi. A jármű vezetője a sűrű ködben későn észlelte az előtte haladó Ford személyautót, és az általa vontatott utánfutónak ütközött. A baleset során anyagi kár keletkezett. Szintén anyagi kárral járó közlekedési baleset helyszínén intézkedtek a rendőrök 2021. február 23-án Hajdúszoboszló belterületén. Egy férfi végzett tolatást Mitsubishi típusú személygépkocsijával 11 óra 45 perc körül időben az Árpád utcában egy parkolóból. A tolatási manőver során figyelmetlenségével adódóan neki ütközött a parkolóban várakozó másik személygépkocsinak.